Sziasztok! Tompapa élő videóját látjátok Szombathelyről. Álljon le az ország demonstráció keretében, autós vonulás és főpályás útlezárás van készülődőben 2019. első 19-én. Most jelenleg gyülekeznek a kocsik különböző transzparensekkel. Rabszolgák legyünk, vagy szabadok? Ez a kérdés, választhatok. Egy kis átütéssel, és itt vannak a pártok és a szakszervezet négy pontja egybe. Úgy, most megyünk odébb, látni ott már a készülődőket, ott messze. Úgyhogy akkor fel is olvasnám, hogy gyülekedés 14.30-tól a Tesco parkolójában Szombathelyen a benzinkútnál. Majd 15-kor átvonulnak a demonstráció helyszínére a következő útvonalon. Danati út körforgalom, Ipari utcán keresztül a 8-7-es elkerült úton, érintve a Söptei út, a MOL benzinkút és a metró körforgalmakat. A 11-es húszár után a Vörösmarty utca, Szentmárton utcán keresztül a Tököli utca demonstrációra helyszínére, ahol menetirány szerint felsorakozunk. Az autókon EU zászlók, civil egyesületek jelképei. Most indulnak, igen. Majd utolsónak megyek. Szóval, hogy nem tudom, hogy az autó hogyan hallani, már innen kiobálott, elindult a kóboly, lehet számolni hány autó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nem tudtam állni, hogy meg volt a... Hát sokan vagy. Most beszéd nem igen lesz, már fán leszek az autóba, kamera meg kilapog egy méterre fölött. Demokráciát! Egyenesebben látjuk a bálók a sorba, a sor végére, még mindig jönnek, hát közel 50 autó biztos lesz az egyéb éve együtt. Ott a sor. Jön a másik. Jön a másik. Ó, köszönöm. Na, megjelent. Közvetlen után. Thank you.
Sziasztok! Folytatódik az élő adás Szombatáról, a konvojról. Most itt vagyunk a Huszáról, tehát előtt technikai okok miatt be kellett vennem a telefont. Már elmozdult, de legalább ha nem susog a szél. Úgy álljon meg az ország demonstráció 2019. Rendőrök irányítják a forgalmat, körülbelül 50 autó van. Sajnos az előbb megszakadt az adás, úgyhogy ez a második élő a vonulásról. Az elején volt egy bevezető. Ezt a papírt nyisszét nekem, egyszer. Na, elindít bennünket a rendőrbácsi. Most sajnos csak ott a konvoj lehet látni, ugye, ott elég jól látni. Melyik? Ez az én. Igen, igen. Úgyhogy Szombatáj autós demonstráció 2019, első 19. Forgalomlassító útlezárás. Elég hosszú kocsisor van, mondom körülbelül 50 autó. Most lassan odaérünk a piachoz, ez a 11-es Huszárút, és utána elmenjünk a Városháza felé, majd utána Mátyás Király utcára. Volt egy-két fideszes, míg ott tárgyaltunk, beszóltak, hogy miért így van, miért úgy van. Hát próbáltuk nekik megmagyarázni, de hát nem értettétek, mondtam, én nem rájuk haragszom. Azt mondja valaki, hogy nincs kép. Most tényleg nincs kép. Hát valaki jön akkor ide be, mert itt mutatja, hogy élő is, nézik is. Ha valaki tud beírni, mondja meg, hogy akkor van kép. Jó, köszönöm szépen Kovács Erikának, igen, Szombatáról. Üdvözöllek! Figyelünk! Tessék csak, nyugodtan! Magáéba is, uram! Magáéba is, kedves uram! Azt mondta, lófasz a seggünkbe. Nem mondom, a magáéba is, ha már ilyen kedves volt az úr. Nem értem, hogy na, itt a sor. Egyik fele, a másik az már átment a piroson. Remélem, az egész ország hallotta, kedves úr, aki átment előttünk, milyen részletesen idomult az én testi nyillásomhoz. Mert máshogy nem tudom ezt kifejezni. Na, most mit jön neki? Valami jön, látott az autó. Nem, a rendőrség, ugye forgalomirányítók jönnek forgalmat irányítani, és hát van. Mert a konvoj nehogy aztán az egész országot megállítsa egy Szombatáján. Na, sziasztok! Újból jelenkedik Tompa élő videója Szombatáról, a Városháza mellől. Itt most megálltuk, és itt van az útlezárás. 2019. első 19. Álljon meg az ország demonstráció keretében. Itt van leállva, itt van a Városháza. Itt meg a Viszis. Hát nem, igen. Na, szóval akkor itt van el a... És most megyek végig. Megyek végig most. Mára van a demonstráció. Megszámoljuk hány autóval. Na. Nézzétek, megyünk végig a élő közvetítéssel. Lehet számolni, hány autó érkezett Szombatájra. Főpályás útlezárás. Sziasztok! Integessetek! Igen? Számoljátok meg, hány autó van. Azt mondják, hogy legalább 100. Szervusz! Szervusz!
Szia! Nem leszünk rabszolgák, nem így van. Vigyázz. Nagyon helyes, látom. Megyek végig, de itt még van ám még egy rész is. Mert ez csak az egyik része a... Na kérem, most érünk ide a Mátyás Király utcához, ahol eredetileg lett volna a lezárás. Itt a másik része. Szevasztok, hello! Szervusz volt kollégám! Szervusz! Igen! Mire állok, jó? Dehogy is! Téged, hát az autót is! Hogyne! Mindenki! Hát visszafele megszámolom az autókat. Most így kutyafuttába próbálom, kívánom. Kutyafuttába, hogy hány autó van. Hát remélem nem merül annyi a telefon. Hát itt most körülbelül 2 kilométeren keresztül állnak az autók, egészen 6-ig. Hello, hello! Akkor én is visszakérdezem, hogy mi az RTL-nek ez a mostani? Itt van az RTL is. Nem fog senki kimenni az elején. Hát nagyon messze van az eleje, úgyhogy én most siettem itt. Hello! Hello! Na visszafele meg fogom számolni, hogy hány autó volt. Ott a piros kabátban a főszervező. Csaba. Ezt látjátok, nem pár ember van itt, hanem jó sokan. Hát szép számmal vannak, Csaba. Le a kalappa. Le a kalappa Szombatánynak. Én Pesten azt hallottam, kiírták, hogy nem igaz, hogy nem tud pár autó összeni Pesten, amikor vidékiek meg tudják csinálni. De ott is összejött, ja, összejött ott is, igen. Na még ott is vannak autók. Jaj, neki meg a rendőrautó. Ilyet! Na, még itt a utca másik végében is vannak. Hát nem tudom, milyen lett a déli közvetítés. Háj! Mennyire élvezhető, mert ugye hát ez nem egy olyan fölvonulás, autós fölvonulás, és most itt állunk. Visszafele meg fogom számolni, hogy hány autó van, és akkor azt közölni fogom. Na, akkor sziasztok, majd még jelenkedek körülbelül egy 1/4 óra múlva. Sziasztok! Na. Úgyhogy 74 autó a hivatalos szám, annyian vannak Szombathelyen, hogy 2 utca van itt végig lezárva. Szervusz! Mozgok? Mozgok? Igen. Jó. Nem baj. Közben filmedem el itt a
dolgokat, 74 autóval hivatalosan. És szép. Én nem téged, hogy a villogó legyen a mögötted. Melyik villogó? Rendőr villogó? Igen, már megvan. Ja, azt hittem, guguljak le, feküdjek le. Nem. Jó. Lehakrolod neki. Na kérem. Tehát ez azt hiszem a negyedik adásom, mert egyik technikai okok miatt történt, hogy megszakadt, de nem baj. Itt vannak a pártok képviselői, és látok ott a Jobbikot is. MSZP, szakszervezetek, Mancia, Stromfeld, Jóskaroláru. Ja, Stromfeld, bocsánat. Összekeverem a városrészeket. Na. Tánc! Hiszen te csak egy párt, hogy a haverok kegyelméből. Kicsi autó nagyon jó helyen van, már mindenki látja a végén azt a látett feliratokat és a majmot. Na, szóval itt van. Még egyszer. Ő a mi Szombathely polgármestere. Itt a végén pedig a bubukánk. Akinek el kéne mondani Orbán Viktornak, hogy nem kérünk a rabszolgatörvényből. Mert ugye egy kis átköltéssel ugye rabok tovább nem leszünk, rabszolgák legyünk, vagy szabadok. Ez a kérdés, válasszatok. Ó! Na, ennyi. És akkor itt van ugye, felolvasom. Rabszolgatörvény azonnali visszavonása, kevesebb rendőri túllórát, független bíróságokat, európai ügyészséget, független közmédia. Szakszervezet 4 pontja. Módosítsák a munka törvénykönyvét, hogy a mostaninál sokkal jobban vegye figyelembe a munkavállalók érdekeit, a rabszolgatörvényként elhíresült túlról a szabályhoz pedig vonja vissza a kormány. Emeljék a minimálbért egálva a kétszámjegyű mértékben, állítsák vissza, rendezzék a közszféra béreit. Követeljük a sztrájkok újra szabályozását, érdemi párbeszédet, előzetes egyeztetést, a dolgozókat, törvények, hogyan dolgozókkal, mindegy, hát rosszul írtam, törvények módosításánál. Követeljük egy rugalmasabb nyugdíjelvonási rendszer kidolgozásának követelményeit, a korkedvedményes nyugdíjak korszerű formában történő visszaadásától, megváltozott munkaképességű dolgozók tisztességes támogatásáit. Na, szóval ennyi. Na, ez itt a városháza, ide visszatértünk, arra van a piac, onnan jöttünk, hát valamikor az ISIS szálló volt, hogy egy kis idegenforgalmi bemutató legyen zsidó templom, ami most hangversenyteremként funkcionál. Tetszik a kocsim, Judit? Örülök neki, nagyon ki van dekorálva. Rendőröknek is tetszett, mert lefényképezték az előbb. Úgyhogy lehet, hogy meg kell látogatni majd valamikor. Na. Váljon meg az ország keretében rabszolgatörvényként elhíresült mozgalom, tüntetés, félpályás útlezárás, utolsó bejelentkezésem 2019.1.19. Közben megakadt a videó megint. Úgyhogy akkor folytatom, tehát 2019.1.19, Szombathelyről félpályás útlezárás. Még egyszer végigmegyek a soron, hogy lehessen látni. Az autókat, elég sokan vagyunk. Zalaegerszegről is, több helyről, vidékről is jöttek egyen-ketten. Pár autó már elment, mivel vidékről jöttek. De még így is rengetegen vagyunk. Kicsit mozog a kamera, közben lassabban megállok. Egészen végigmegyek az utolsó autóig, ahol az enyémé van. A kis
magyommal, amire az van írva, hogy Orbán egy géniusz. Nem ám az a csúnya szót, géniusz az a G betű. Na kérem. Na. Átmegyünk itt a kereszteződésen. Kicsit gyorsabban megyek itt, és akkor folytatom lassan. Nehogy elüssön egy autó. Tehát sok-sok autó érkezett. Nem gondoltuk, hogy ennyi lesz. 50-re azért számítottunk, de hivatalos rendőri információk szerint 74 autó volt az elején itt, mikor megálltunk. Végjöttünk a riportálatnél, ugye Tesco-tól indultunk, a parkolóból, a Söppejúti Lattanya, metró, 11-es huszárút, és piac felé, Városházánál. Én meg beszélgetnek az emberek oldalt. Csaba a főszervező. Jobbik, MSZP-s együtt, DK, mindenki, barátságban, így kell, így van, így van. Amit nem sikerült választásokor az ellenzéknek, az sikerült Orbán Viktornak. Összekovácsolta az ellenzéket, akármekkora ellentmondás is van köztük. Úgy néz ki lassan a szakszervezetek is mellé. Együtt fognak politizálni. Remélem így lesz. Kicsit megállok, mert fáradok. Szórólapokat osztanak. Nagyon helyes. Átmegyünk, szórólapos fiatal urak, csak szórjátok. Kamerás autó. És most megyünk itt végig. Itt már egy-két autó már elment, de még mindig szép számmal vannak. Igen. Holnap te leszel az Orbán rezsim áldozata. Igen. Bizony. Na lassan a végére érek, mikor meglátjátok a magyomos autómat, aminek tetején egy magyom van. Nem majom, az neki mondta, hogy majom. Magyom. Minden elment egy-két autó, már egy sorba voltunk, de még most is 60 autó biztos még itt van. Lassan a végéhez közeledek, és ez lesz az utolsó bejelentkezésem Szombathelyről. 18 óráig tart, de most már nem veszünk fel többet. Igen, itt már van egy kis foghí megint. Hát igen, aki vidékre jöttek, ugye azok bejöttek fölvonulásra, tehát maga vonulásra, meg itt el voltak egy jó órát.
és... És folynak itt a kemény politikai viták, hogyan kell, mint kell, mi az, hogy Tamás Tompapa? Tompapa! Na, ugye? Igen. Igen, ugye? Ó, Hande barátunk, igen, aki mindent megtesz a városért, a környezetvédelemért. Na. Igen, van forró te a kocsimba, aki kér, jöhet. Forró teát tessék, a magyomos kocsiba. Na, Sanyi beindította a zenét, most meg idérik az utolsó kocsihoz. Innen is hiányzik két autó. Igen, 12-t számoltam meg, tehát 60-62 autó még mindig van. Én azt hiszem, ezt az autót akkor beljebb hozzuk most. Na, akkor megérkeztünk. Akkor ezzel az autóval szépen bejjel fogunk járni egy kicsit. Bejjel járjak vele, vagy jó itt is? Jó, jó van, mert akkor bejjel megyek. Jó, bejjel megyek akkor, jó. Na, akkor mindenkinek kellemes hétvégét. Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Na, csá! Ó.